Sziasztok, ez itt a Kultúr Geeks, én Andris vagyok, ez pedig itt a Sorok között. Most velem! Gyerekként annyira nem szerettem olvasni, a kötelező olvasmányokat is úgy nagy üggyel bajjal, olykor szülői segítséggel sikerült csak kiolvasnom. Olvasd már el! De aztán úgy olyan második-harmadik osztályba a tanáromnak lett egy ötlete. Kitalálta, hogy kötelező olvasmány helyett legyen egy kis extra, tehát hogy vagy elolvasod, vagy nem, és feladta nem más, mint a Harry Potter első részét. Az olvasás ugyanolyan nyögvenyelősen kezdődött, mint az eddigi kötelező olvasmányoknál, és ahogy haladtam előre a könyvvel, észrevettem, hogy így kezdenek ezek az ifjúsági regények érdekelni. A Harry Potter mellett egyre több dolgot kezdtem el olvasni. Például ezt. Ez egy jó könyv. Alig, hogy kiolvastam az első részt, már is rögtön érdekelt a folytatás, és ugyanúgy a következő. Az évek során egyre jobban vártam, hogy mikor jön egy újabb kötet. A sorozattal együtt nőttem föl, ami egy ifjúsági regénynél azért elég nagy achievement. Amint megtudtam, hogy ennek a történetnek lesz egy kvázi folytatása, a bennem lévő gyermek újra izgatott lett. Ahogy telt múlt az idő, egyre több dolgot tudtunk meg erről a műről, hogy ez egy színdarab lesz, ami a szakmámhoz eléggé hozzáillik, úgyhogy még izgatottabb lettem, hogy mi is lesz ebből. Aztán elérkezett a várva várt pillanat, és John Tiffany és Jack Thorne művéből megszületett a Harry Potter és az elátkozott gyermek. Fontos megjegyezni, hogy J.K. Rowling nem szerzőként van jelen, hanem mint lektor, tehát ő mondhatta meg, hogy ez a könyv zöld utat kaphat-e vagy nem, és hát megkapta az engedélyt. Az első, ami szembe tűnik ezen a könyvön, hogy a borító eszméletlen jól néz ki. Tehát ez egy igazi olvasó csalogató. A második dolog, ami szembe tűnik ezen a könyvön, hogy nem szó szerint könyv szerkezete van, tehát nem bekezdésekben van szedve, hanem mint egy színházi szövegkönyv úgy lett kiadva ez a példány. Szakmámból kifolyólag nem idegen számomra, hogy egy szövegkönyvet kell olvasnom, így nem zavart egyáltalán, hogy nem könyv szerkezete van ennek az írásnak. Magát az eredeti színdarabot még nem volt lehetőségem megnézni, de tervben van, hogy valamilyen formában meg fogom tekinteni, így most csak a könyv alapján fogok véleményt alkotni. Elkezdtem, olvastam, a végére értem, és így... What? Nem ezt a fajta katarzist várja az ember egy Harry Potter kötettől, amit gyerekként már megszeretett, ez sajnos nem ugyanaz. És el is gondolkoztam, hogy vajon én nőttem föl, vagy egyszerűen csak a könyv nem nyújtja ugyanazt, amit eddig már megszoktam. A dialógusok unalmasak, a történetszál unalmas, egy-két karakter érdektelen. Vegyük például Ron Weasley-t. Az előző sorozatban meghatározó karakter volt. Itt mond két mondatot, aminek semmi értelme, és be van fejezve. És nem is igazán értettem, hogy miért Harry Potter, amikor 74-es betűmérettel ki van írva, hogy Harry Potter. Történetszálilag Harry megjelenik, és csinál is dolgokat, de elsősorban a gyermekeiről szól ez a könyv. Ami nem feltétlen baj, de mégis, hogyha kiírjuk egy könyv, hogy Harry Potter, akkor egy kicsit több szerepet vár a karaktertől. Nem akarok nagyon egysíkú lenni, hogy ez a fő baj a könyvvel, nem, de mégis ez a fő pontja, ami miatt nem működik az egész történet. Az írók próbálkoznak, hogy egy kicsit nosztalgiázzunk a régi karakterekkel, de amilyen történetszálba bele vannak rakva, nem igazán sikerül ugyanazt a hatást elérni, mint hogyha egy grandiózus nagy dolog lenne. Elkövetnek azonban egy súlyos hibát. És itt most álljunk meg egy kicsit, mert spoilerezni fogok. J.K. Rowling tud tanulni a hibáiból. A harmadik kötetben létrehozta az időnyerőt, amivel sajnos egy eléggé bonyolult időutazós történetet hozott létre, ám az ötödikben ezt orvosolta, hogy elpusztította ezt az egészet. Ám ebben a könyvben előkerül még kettő, ami túlbonyolítja az egészet. Megint elkezdenek ugrálni az időben, új idősíkokat hoznak létre, így teljesen felforgatják megint az egészet, egy hatalmas katyfasz az egész, hogy az ember már azt se tudja, hogy hol van, és pontosan ez a baj ezzel a könyvvel. Annyira a rajongók kedvére akartak tenni, hogy ami az előző szériákban működött, azt bele akarták szuszakolni egy ilyen kis könyvbe, ami így egy hatalmas katyfasz lett.
Nekem csalódás volt ez a könyv, nem lehetem örömömet az olvasásába, ami nálam nagy szó. HP fanoknak nem nagyon tudom ajánlani, mert nem hozza ugyanazt az élményt, amit mondjuk gyerekként megszoktunk. Visszatérve az előző gondolatmenetemhez, amit még a videó elején mondtam, nem azzal van a gond, hogy felnőttem, hanem azzal, hogy nagyobbak lettek az elvárásaim egy Harry Potter könyv iránt. Nem ósdiak a Harry Potter könyvek, hanem az idő múlásával egyre több értéket képviselnek. És sokkal, de sokkal több elvárásunk van egy-egy új kötettel. Köszönöm, hogy meghallgattatok, találkozunk a legközelebb, sziasztok!